A tavalyi év kimagasló áraihoz és az évelei árzuhanáshoz képest tovább csökkent a használt autók értéke a piacon. Lakatos Dávid használt gépjármű értékesítő kiemelte, komoly változáson mennek keresztül a kereskedések, így az árcsökkenés miatt fontos, hogy fokozottan odafigyeljenek az autóbeszámításokkal kapcsolatban. Sok minden gazdasági helyzettől kiindulva odáig, hogy az autók most már elérhetőek nagyjából, nagy számban a piacon. Tavaly nagyon kevés autó volt elérhető, jelenleg szerintem az ötszörösére nőtt az eladandó autók száma, illetve a beszámítást kérő tulajdonosok száma. Így ugye megnőtt a kínálat, és ezért az árak lefele mentek. Az értékesítő hozzátette, azt tapasztalják, hogy az árcsökkenés mellett a forgalom is jelentősen megnőtt. A forgalom megnőtt, viszont azt tapasztaljuk, hogy jelenleg a 10 millió forint alatti autók, sőt inkább az 5 millió forint környéki autók azok, amik jobban mennek. Előtte, tavaly például a 10 millió feletti autók voltak azok, amikre nagyobb érdeklődés volt. Lakatos Dávid elmondta, ugyanúgy, ahogy az árnövekedésnél most sem tudják megjósolni, hogy ez a csökkenés meddig tart. Bíznak benne, hogy hosszú távon realizálódik a helyzet, és mindenki az értékének megfelelően juthat hozzá az autókhoz.